A Tolnai Kajak-Kenu Klub páros világbajnok, többszörös VB és EB érmes versenyzője, Boros Adrián az elmúlt évek rendkívül extenzív és intenzív edzésmunkája után az idei télen és tavasszal visszavett abból a terhelésből, ami tőle megszokott volt, és a téli dél-afrikai versenyekről is, edzőtáborozásról is lemondott. Már csak azért is, mert az idei két fő világverseny, az Európa-bajnokság és a Kínában rendezendő világbajnokság is a megszokottól pár héttel később lesz, és akkor kell jó formában lenni majd. A kilométergyűjtéshez és a formába hozáshoz egyaránt hozzájárul az a 4 napos, 240 kilométert felölelő szupermaratoni, amin az elkövetkezendő napokban Dél-Afrikában részt vesz a tolnai versenyző, mint első számú magyar maratoni kajakos. Most már ott tartunk, ahol tartanunk kell, és most már azt mondom, hogy egész gyorsak vagyunk. Nyilván van még 5-6 hetünk az Európa-bajnokságig, kész leszünk, én úgy gondolom. Többes számban fogalmazott, vagyis a párosról beszélt Boros Adrián, aki az idén már nem a megszokott társával, Sorki Lászlóval indul, hanem egy új generációs tehetséggel, bizonyos Máté Krisztiánnal. Tekintettel arra, hogy korábbi társa, akivel egyébként Győrben 2015-ben világbajnok lett, az idén a rövid távokon is érdekelt. Új párjával az EB-n debütálnak majd, addigra kell összeszokniuk. Adriánnak egyébként az egyes is továbbra is legalább annyira fontos. Dél-Afrikában például ezúttal egyesben versenyez. Azért megyek igazából, hogy egy kis távolságot rakjak meg kilométert a lapátomba. Ez jól fog jönni majd a későbbiekben. Nem tervezem, hogy 100%-ig felkészülök rá, mert ugye akkor az EB az nem fog menni. Én úgy gondolom, hogy ilyen 80-85%-os formában, hogy ott vagyok, akkor az úgy jó lesz a későbbiekben is.